Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Revita Televízió nézőit. Önök a Szolgáltatók magazinja augusztusi adását látják, Ress Anita vagyok. A következőkben tájékozódhatnak a Győr-Moson-Sopron megyei szolgáltató cégek legfrissebb aktualitásairól. Tartsanak velünk! A Szolgáltatók magazinja augusztusi adásából megtudhatják, milyen célt szolgál a Pannon Víz Zrt. Által kiépített legnagyobb hazai víziközműirányítási technikai rendszer. A győri tűzcsapok ellenőrzésére is elkísértük a szakembereket. Végül felsétálunk az Erzsébet-ligeti víztoronyba. Tartsanak velünk! Zuhogó esőben, de nagy érdeklődés mellett adták át Győr legújabb és legmodernebb játszóterét a Bánaladár utca mögötti területen. 7 millió forintból nem csak parkot, de kutyafuttatót és egy aszfaltos sportpályát is felavattak a környéken lakók legnagyobb örömére. Esőisten siratja Győr legújabb és egyik legmodernebb játszóterét, hiába a kiadós zápor, mégis sokan voltak kíváncsiak az ünnepélyes avató ünnepségre. A környéken lakók büszkék lehetnek a fejlesztésre, ami 7 millió forintból valósult meg itt a Bánaladár utca mögötti területen. Játszótér, kutyafuttató és sportpálya is épült az eddig eléggé elhanyagolt részen. A körzet képviselője szerint Adiváros fejlődése töretlen, ennek jele a mostani fejlesztés is. Nagyon örülök, hogy létrejöhetett ez, hiszen korábban itt egyáltalán nem volt játszótér ezen a területen. A játszótér igényes új eszközök kellett berendezve, teljesen körbe lett kerítve, megvilágítást is kapott, illetve a Pannon Víz Zrt.-nek köszönhetően egy új ivókuttal bővült. A parkban nem csak minden igényt kielégítő játékok, de egy ivókút is helyet kapott. Ezzel folytatódott a Pannon Víz Adivárosi ivókút programja. Bár a szakadó esőben ezúttal senkinek sem hiányzott a frissítő, később hasznos lehet majd a friss hideg víz játék közben. Az már most borítékolható, hogy amint eláll az égi áldás, a környékbeli apróságok azonnal birtokba veszik az európai színvonalú játszóteret. Itt a jó idő, könnyen szárad a festék, ezért július elejétől megkezdte az évente szokásos útburkolati jelek felújítását a Győri Útkezelő Szervezet. Idén a lakótelepi parkolókra nem jutott pénz, de a forgalmas utakon szinte valamennyi felfestés új, jól látható ruhát kap. A munkák augusztus végéig tartanak. Győrben 18 ezer négyzetméternyi felületen újítja fel a közterületi burkolati jeleket az útkezelő szervezet. A város területén, az önkormányzati kezelési utakon újra festik a záróvonalak, a forgalom elől elzárt területek, az elsőbségadási viszonyokra vonatkozó burkolati jeleket. Megújulnak a gyalogátkelőhelyek, a kerékpáros utak, sávok, piktogramok, kerékpáros átvezetések és az autóbusz megállók burkolati jelei a parkolók közelében. A felújítási program nem tartalmazza viszont a belvárosi fizetőparkolók burkolati jeleinek festését, hiszen annak elvégzése a szolgáltatást nyújtó Győr-Szol Zrt. Feladata. Az idei költségvetésből kimarad a lakótelepi parkolóhelyek felújítási fedezete is. A lakótelepi parkoló helyeknek a burkolati jel festését ez a felújítás most nem érinti, hiszen ezek nem kötelező burkolati jelek, amiket fel kell újítani. Ezekre akkor tudunk sort keríteni, hogy az adott terület önkormányzati képviselője a képviselői keretéből a forrást tud számunkra biztosítani. Kézi és gépi erővel is festenek, nappal és éjjel is, amennyiben éjszaka nem csökken túlzottan a hőmérséklet, és gyorsan száradhat a festék. A kivitelezők napközben is dolgoznak, ilyenkor a gyalogátkelő helyeket körülbójázzák, s így esetenként félpályás útlezárásra kell számítani. A munkák augusztus végéig tartanak. Több mint két hónapja zajlanak a munkálatok a Móricz Zsigmond rakparton. Azóta teljesen felborult az egyébként sem zökkenőmentes belvárosi parkolás. Az autósok inkerültek, sokszor a fizetős megállóhelyek is teljesen terítettek. A melegben még nehezebb tolerálni a kaotikus helyzetet, főként ha a mozgássérült parkolókba szabálytalanul beálló autósokról és a külföldi járművezetőkről van szó. Péntek délelőtt, belváros. Bár hétvége van, mégis hegyekben állnak az autók. Nehéz most helyet találni, ugyanis az eddig ingyenes parkolóként üzemelő Móricz Zsigmond rakparton két hónapja munkagépek vették át az autósok helyét.
Az építési munkálatok szeptemberig tartanak. Az új út hossza több mint 600 méter lesz, és elkészültével alapjaiban fog megváltozni a belváros közlekedése. Ez azonban nem vigasztalja az autósokat, akik nap mint nap szembenéznek a parkoló problémával. Őszintén szólva, kicsit gázos ez a parkolási lehetőség, mert az egész város véget telített, nem nagyon lehet leállni sehová. Ugye a fizetős parkolók meg tudjuk, hogy nagyon sokba kerülnek, és épp a kisgyerekkel egy sétára szeretnénk menni, de nem nagyon tudunk. Hát jó lenne, ha minél hamarabb elkészülne, mert tényleg ez így tarthatatlan egy kicsit. Jelenleg a belvárosba parkolni szinte katasztrofális, lehetetlen. Össze-vissza állnak az autók, én úgy gondolom, valamint a külföldi rendszámú autókon nem látok soha parkoló cédulát, többnyire csak mozgáskorlátozott táblát kidobják, hát a magyarok kevésbé, inkább a külföldiek, tehát ők is elfoglalják a parkolóhelyet, meg hát ez a kavalkád, ami itt a piactér környékén folyik, illetve az alsó rakparton, ez... Nem egyszerű a helyzet. Hát majd csak megoldódik, bízunk benne, türelmesek vagyunk, várjuk, hogy szép legyen és jó legyen, de hosszadalmas munka lesz. Kaotikus a helyzet mindenhol, nem csoda, hogy elkeseredettek az autósok. Sokszor elkésnek, de előfordul, hogy egy tervezett belvárosi sétáról lemondanak a látogatók, mert nem találnak parkolóhelyet. És nem egyszer a magas parkolójegyárak miatt is mérgelődnek, a szabálytalanul megálló vezetőkről nem is beszélve. Hogy mikor lesz rend a belvárosban, nehéz megjósolni, és azt is, hogy a készülő rakpart mennyire lesz gyógyír a belvárosi betegségre. A hazai legnagyobb víziközmű irányítási technikai rendszer épült ki a Pannon Víz Zrt-nél az elmúlt 4 évben. A beruházás utolsó lépéseként a bécsi kaputéri átemelőnél az utolsó egységet is átkötötték a régi rendszerről az újra. A bécsi kaputér 11 szám alatti kapuajba érkezik a Pannon Víz szakembere, aki a 800 millió forintos irányítás technikai projekt utolsó átemelőjét szereli át az új rendszerre. Közel 500 szennyvíz átemelőnek és összesen több mint 1200 objektumnak a jelei egységes rendszerben láthatók a diszpécsár központunkban és az adott üzemmérnökségen is. Nagyon fontos, hogy ezeknek a jeleknek a birtokában javítható a szolgáltatás színvonala, hiszen több olyan hiba van, amiről sokkal előbb értesülünk, mint ahogy a fogyasztóknál ez szolgáltatás kiesést okozhatna. Például nemrég volt egy csőtörésünk, ami egy víztorony leőrüléséhez vezetett. Gyakorlatilag szolgáltatási panasz nélkül tudtunk reagálni arra, hogy megkerestük, azonosítottuk és javítottuk a hibát, úgy, hogy fogyasztóink ebből nem vettek észre semmit sem. Hasonló problémákat tudunk elhárítani szennyvízátemelőknél is. A szennyvízátemelők szivattyúiba gyakran olyan anyag kerül, ami nem való a csatornába. Rongy, reklámszatyor, törlőkendők, ilyesmik mind-mind a csatornarendszer felteléséhez vezetnek. Ha ezeket időben tudjuk a folyamatirányító rendszerükön detektálni, a javítóbrigád úgy tud kiérkezni a helyszínre, hogy gyakorlatilag néhány, vagy talán szerencsés esetben egy fogyasztónk se jelez panaszt. Itt a bécsi kaputéri átemelőnknek a PLC egysége látható, leolvasható rajta az átemelő szintje. Ultrahangos szintávadók adják a szintnek a jelét ide, látható, hogy 9%-on van, tehát közel minimális szinten van a szennyvíz itt az átemelőbe, ami itt a szarvasos szobornál látható. Itt az ajtó mögött pedig láthatjuk a vezérlőpaneleket, a tápegységet, a szintkapcsolóknak a vezérlőpaneleit, és ez a két akkumulátor az, ami a szünetmentes ellátást biztosítja, közel 12 órán át, hogyha valamilyen központi áramszünet adódna, lesz jelzésünk ezről az áttemelőről. 6000 győri tűzcsap ellenőrzését végzik ezekben a napokban a Pannon Víz Zrt. Szakemberei, akik amellett, hogy meggyőződnek használhatóságukról, nyilvántartásba is veszik a tűzcsapokat, hogy a tűzoltók munkáját megkönnyítsék egy-egy gyors beavatkozásnál. A tűzoltók munkájának segítése érdekében fontos, hogy jó állapotban legyenek a győri vízhálózatra csatlakoztatott, közterületen álló tűzcsapok. Ellenőrzésük során a nyitás utáni megfelelő vízmennyiséget és nyomást vizsgálják a szakemberek.
Sajnos gyakran előfordul, hogy figyelmetlen sofőrök kidöntik, vagy megrongálják a tűzcsapokat egy-egy rosszul kivitelezett közlekedési manővernél. Ezzel pedig 2-300 ezer forint kárt okoznak a szolgáltatónak. A föld alatti tűzcsapok azonosítása még nehezebb feladat. Ez esetben is felmerül a kollektív felelősség. A föld alatti tűzcsapokat nagyon kérjük, hogy hagyják szabadon, hiszen éppen annyira fontos, hogy ezek a tűzcsapok megközelíthetőek legyenek, jól működjenek. Adott esetben előfordult olyan is, hogy tűz esetén a házból kipakolva az értékeket, az értéktárgyakat rápakolták erre a föld alatti tűzcsapra, éppen emiatt nem találták meg a tűzoltók. Nagyon fontos emiatt ezek a tűzcsap előrejelző táblák, ezek a fali tábláknak a megléte. Kérjük, hogy ezeket a táblákat ne rongálják meg, ne tegyék arrébb, ne távolítsák el. Ezen múlik az, hogy megtalálják-e adott esetben a tűzcsapot, vagy nem. Például a lakótelepi tűzesetnél előfordul az is, hogy a parkoló autók elállják a tűzcsap megközelítésének útját. Itt mire hívnák fel a figyelmet? Mindenképpen célszerű úgy parkolni, hogy a tűzcsap megközelíthető legyen, szabad legyen, hiszen ha azon múlik a tűzoltása, akkor bizony azt az autót lehet, hogy arrébb fogják tenni a tűzoltók és akár a vízműves kollégák is. A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzcsap jelzőtáblák épségére is vigyázzanak, és ne távolítsák el ezeket a házfalakról, kerítésekről, a tűzcsapok környezetéből. A 15-20 cm-es kék, illetve fehér műanyag táblácskák megléte fontos, mert a tűzoltók ezek alapján szereznek helyismeretet. Műsorunk nézői már megszokhatták, hogy időről időre sorra vesszük a győri víztornyok történetét. Most az Erzsébetligeti hidroglóbusz kerül sorra. Az Erzsébetligeti víztorony építése 1961-ben kezdődött. Az építményt Toma József, a mély ép terv Kossuth Díjas mérnöke tervezte. A kivitelező a közmű és mélyépítő vállalat elődje, a budapesti csatornaépítő vállalat volt. Az építők viszonylag gyors haladását csúszó zsaluzás alkalmazása tette lehetővé. A torony csak azután kapcsolódhatott a győri vízhálózatra, miután elkészült a Győr Révfalu felől érkező 500 mm átmérőjű főnyomócsőnek az utolsó szakasza is. A víztorony próbaüzeme 1964. júliusában kezdődött. Amikor megépült ez az Erzsébetligeti víztorony, azóta nem tudott együttműködni a Révfalui víztoronnyal. Néhány évig még kísérleteztek, majd 1965-ben kiiktatták a hálózatból a Révfalui víztoronyot. Az Erzsébetligeti víztoronyhoz külön főnyomó vezeték tartozik, ami a Révfalu vízmű irányából továbbítja ide a vizet a belvároson keresztül. Ez egy 500 mm átmérőjű főnyomó vezeték. A toronynak a történetéhez tartozik 80-as években egy váratlan meghibásodás. Annak következtében kerültek fel ezekre az oszlopokra, ezek a megerősítő bilincsek. Ezek az oszlopok az építési hiányosságok következtében megrogytak. Szükség volt a rendkívüli és sürgős megtámasztásukra. Ezek a 80-as években történtek meg. A következő felújítás 2009-re fejeződött be. Akkor teljesen kicseréltük a toronyban a belső vezetékeket, a szivattyúkat, komplett gépészeti berendezéseket és a tetőszigetelést is megújítottuk, valamint a víztartályt is. A víztartály két részből áll, egy 1700 köbméteres külső és egy 300 köbméteres belső tartályból. Tehát szükség esetén ketté választható a tartály, a két részből az egyik tud működni. A környéken Marcalvárosban és Adivárosban lévő tízemeletesek egy külön nyomásövezetet alkotnak. Ennek a nyomásövezetnek a megtápláló szivattyúi találhatók itt az Erzsébetligeti torony alsó szintjén. Ennek a emelt szintű nyomásövezetnek a tárolója a Marcalvárosi víztorony felső tartálya. Ezekkel a szivattyúkkal is lehet tölteni ezt a felső tartályt. Itt a környéken Nádorváros, Adiváros és Marcalváros térségében érezhető a hatása. Összességében olyan 25-30 ezer fogyasztónak a vízellátását javítja ez a torony. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Tartsanak a Szolgáltatók magazinjával szeptemberben is. Addig is tekintsék meg honlapunkat. A címünk www.revitatv.hu. Viszontlátásra!